Jó estét kívánok! Majd nagyon érzékeny témáról fogunk beszélni, az áfáról. Viszont van egy nagyon jó szakértő vendégünk, Vadász Iván, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke. Köszöntöm a nézőket! No, hát ugye pár nap múlva tudom, hogy előadást fog pont tartani az áfa ellenőrzésekről, és ön erről rengeteget tud. Mindenki fél egy kicsit az áfától, az is, aki benne van, az is, aki nincs benne. Az biztos, hogy az adóhivatalnak ennél azt hiszem, hogy nincs is fontosabb terepe arra, hogy beszedje az elmaradt adókat. Milyen az ön tapasztalata? Mennyire jól működik Magyarországon az adóhivatal ez ügyben? Hát az adóhivatalnak még sok területen kell fejlődnie, de még legkevésbé lemaradva az áfa ellenőrzések területén van, olyan értelemben, hogy itt van egyrészt ebben az adónemben van a legnagyobb bevétel, 2900 milliárd az előírás ebben az évben, ehhez képest a személyi jövedelemadó csak 1300 milliárd, vagy a társasági adó csak 350 milliárdos előírással bír. Tehát ez a tranzakciós adónál is több, 7-szer több, legalábbis a tervezetnél. Akkor azt sem lehet, hogy itt van a legtöbb csalás, nem? Itt is van a legtöbb csalás, mert az adókulcs nagyon magas az európai átlaghoz képest, hiszen Dániában, Svédországban van 25%, mindenhol máshol 22% vagy az alatt van, nálunk pedig 27%, és ez csábítja a vállalkozásokat. Ugyanakkor az is arra viszi az vállalkozásokat, hogy az áfát csalják el elsősorban, mert a magyar vállalkozások likviditása nagyon rossz. Többek között azért, mert a közbeszerzéseken is sorba állnak, tehát ott is várják a pénzüket. Akkor a magyar áfa visszaigénylés az egyik leghátrányosabb rendszer a unió más tagállamaival összehasonlítva. És hát a 27% az akkora csábítás, amiért már megéri, idézőjelbe téve megéri belefogni. Jó, mielőtt a konkrét példákról beszélünk, az ön tapasztalatai szerint mennyire tájékozottak azokat, akiket illett, tehát a vállalkozókat, legyenek azok evások, vagy KFT-ben, vagy bárhol, mennyire tájékozottak a szabályokról? Mert én magam is, mikor néha elolvasom, hogy például az áfa szabályok mennyire változtak gépkocsi vagy más ügyekben, nagyon nehéz ezt követni. Nehéz követni, mert a jogszabályok se világosak. Nehéz követni, mert nem követik a könyvelők és az adótanácsadók sem, úgy, ahogy az kellene, és hát nem is fizetik meg a vállalkozások. Most a kis vállalkozásokra, középvállalkozásokra gondolok, nem is fizetik meg úgy a könyvelőt, adó tanácsadót, ahogy az kellene. De hangsúlyozom, hogy előadásom címe az új gyakorlat, az áfa ellenőrzések új gyakorlata, itt most változások vannak, ezeket a változásokat érdemes figyelemmel kísérni és megismerni. Mik a legnagyobb változások, hogy egy-kettőt azért említsünk? Hát történet úgy szól, hogy a több magyar bíróság az Európai Unió bíróságához fordult kérdésekkel. Ez benne van a közösségi alapokmányban is, hogy ilyen kérdéssel a magyar bíróságok fordulhatnak Luxemburghoz, ugyanis az áfa az egy közösségi adó, minden tagállamban ugyanazok a szabályai, hiszen egy központi irányelv van rá, és ennek értelmezéséről kérdezték a luxemburgi taláros testületet. Múlt évben 4 ilyen ítélet jött, ez évben még jött hozzá egy 5., amelyben az Európai Unió bírósága intőt adott a magyar adóhatóságnak, és tájékoztatta a magyar bíróságokat arról, hogy a magyarországi gyakorlat két területen nem felel meg a közösségi jog, nevezetesen az áfa irányelv alapelveivel ellentétes. Lefordíthatom ezt úgy is, amit az ember néha tapasztal is, hogy a magyar hatóság kicsit rossz hiszeműen tekint bizonyos üzleti akciókat, tehát eleve feltételezi, hogy esetleg összejátszanak, amikor az egyik fél nyilván persze hibázott.
Ez nem baj, hogy feltételezi és kutatja, mert ez a dolga. Erre van foglalkoztatva és alapítva az adóhatóság. A baj csak ott történik, amikor ezek az előfeltevések teljesen elhomályosítják a következtetéseket, és amikor már az előfeltevés megbénítja az adóhatóságot, és a tényeket nem megfelelően értelmezi, nem mérlegeli, nem jár utána a valódi tényállásnak, hanem gyorsan, klisék alapján dönt. Nézzük, hogy mi volt az a két terület, amit ugye az Európai Unió bírósága kifogásolt. Az egyik az az eset volt, amikor egy magyar vevő vásárol egy magyar eladótól, és ugye befogadja a magyar vevő a magyar eladó számláját, lekönyveli, áfát levonja, visszaigényli és jó napot. Majd évek múlva jön az adóhatóság a vevőhöz, hogy te baj van, mert a te eladód nem vallotta be azt az áfát, amit neked leszámlázott, ezért nem engedjük meg, hogy te levond és visszaigényeld. Vagy bevallotta ugyan, de nem is rendelkezett olyan árukészlettel, amit te állítólag vásároltál tőle, mert az ő könyvelésében ilyen áru nem volt. Meg nem is rendelkezett olyan dolgozókkal, akik azt a munkát, amit neked leszámláztak, el tudta volna végezni. És mivel a te adód adócsaló volt, ezért nem engedjük meg neked sem, hogy levond ezt az áfát, amiről te nem is tudtál, hogy csalás áll mögötte, és nem engedjük meg, hogy visszaigényeld ezt az adót. Ugye nyilvánvaló, hogy ez nem az az eset, amikor a vevő elmegy a számlapiacra és vásárol egy fiktív számlát 5-10-20%-ért, ugye ez nem ez az eset, és akkor azt ugye bekönyveli költségnek, mert szüksége van a hogy ugye szabad fekete pénzt vegyen ki a vállalkozásából, most nem erről beszélünk. Most arról az esetről beszélünk, amikor a vevő tényleg nem tudta, hogy az eladójával... Tehát jó új szemű volt. Igen. Na most ugye az adóhatóság annyi rosszat tapasztal, hiszen az áfa csalások annyira beépültek a magyar gazdasági életbe, hogy vannak egyes ágazatok, ahol már az árak figyelembe veszik, a piaci áraknál figyelembe veszik, hogy úgyse fogjuk az adót befizetni, tehát a nyereséget nem is a hozzáadott értékkel érjük el, hanem avval, hogy nem fizetjük be a hozzáadott értékadót, vagyis az áfát. Na most, tehát az egyik eset a belföldi ügyleteknél van, a másik, amivel kapcsolatban az Európai Bíróság ítéletet mondott, az pedig az az eset, amikor jön a magyar eladóhoz egy külföldi vevő, és ő azt mondja, hogy te add el nekem ezt az árut, mert én majd külföldre fogom szállítani. Ilyen esetben adómentesen adhatja el a magyar eladó, aztán jön egy adóellenőr 3 év múlva, és azt mondja, de hát nem szállította ki a te vevőd az árut külföldre, ezért most kérem tőled ezt az áfát, amit a te vevődnek kellett volna megfizetni, most ezt az áfát kérem tőled. És mind a két esetben azt mondja a magyar adóhatóság, és ezzel nem értett egyet az Európai Unió bírósága, a magyar adóhatóság ilyen ügyekben azt mondja, hogy tessék körültekintő lenni. Tehát úgy a magyar eladó, aki ugye egy külföldinek ad el, vagy egy magyar vevő, aki egy magyar eladótól vásárol, mind a kettő legyen körültekintő, nézzen utána, hogy az ő üzleti partnere tényleg adóalanye, legális árut adott el, tényleg foglalkoztatta azokat az alkalmazottakat, akiknek a szolgáltatását ugye tovább értékesítette, bevallotta az áfát, hamis-e a számláját, ugye a számláját azt nyomtatványbordba vette, vagy nem ott vette. Azt mondja az adóhatóság, hogy legyen az adóalany körültekintő, ellenőrizze le az üzleti partnerét,
Ha nem ellenőrzi le az üzleti partnerét, akkor nem volt körültekintő, és ha nem volt körültekintő, akkor ő objektív felelősséggel tartozik azért az adóért, amelyet az üzleti partnere nem fizetett be. Igen, csak ez nem életszerű. Ez egyrészt nem életszerű. Kettő, hogy az Európai Unió Bírósága megmondta, hogy ez elfogadhatatlan. Az adóhatóság vagy tudja bizonyítani, hogy az üzleti partnerek összejátszottak, tehát közösen adót csaltak, egymás csalásáról tudtak. Ha ezt nem tudja objektív tényekkel bizonyítani, akkor viszont nem várhatja el az adóalanytól, hogy ő az üzleti partnerét úgy leellenőrizze, mintha az egy adóhatóság lenne. Jó, hát akkor ezek után nyilván van, ha bíróság elé kerül egy ügy, akkor miután ilyen uniós tanácsokat kaptak a magyar bírók, akkor gondolom, hogy ezek után hogy ítélnek. Viszont innentől a NAV bajban van, mert akkor nem folytatható az eddigi gyakorlata. Vajon az ön tapasztalatai szerint gyorsan át tudnak állni, hogy ezzel az úton nem lehet tovább menni? Nem tudnak gyorsan átállni, nem is álltak át. A bíróságokhoz kevés ügy jut el, az ügyek lassan haladnak előre, hiszen leterheltek a bíróságok. A bírák is bizonytalanok, és lassan alakul ki az új gyakorlat, de egyre több az olyan ítélet, amely már azt mondja, hogy hatályon kívül helyezem az adóhatározatot, és az Európai Unió Bíróságának ítéleteinek fényében új eljárást kell lefolytatni. Kezdenek ezek az új eljárások beindulni, de hangsúlyozom, az adóhatóság még nem tudott változtatni. Márpedig érdeke lenne a magyar államnak is, hogy változtasson, ugyanis az tény, hogy óriási az áfa veszteség. Tehát hatalmas összegek elkerülik az állami költségvetést. Ezt 2-3 milliárd euróra becsülik csak az áfa, de én inkább mondom azt, hogy minimum 1000 milliárd forint csak az áfában az adócsalás mértéke. Az a minimum, az a legalacsonyabb becslés. Múlt héten kijött a legfrissebb becslés, egy külföldi felmérés, ami szerint a magyar GDP 22%-a tartozik a fekete gazdaságba. Hát ez nagy arány, ugye ez, én szerintem ennél magasabb az arány, hiszen hangsúlyozom, hogy olyan területeken, mint például az élelmiszerkereskedelem, a ruhakereskedelem, az építőipar, de el kell mondanom, hogy itt is egy médiában ülünk, a médiában is elterjedt az a gyakorlat, hogy olyan árakat szabnak a megrendelők, hogy a vállalkozás csak akkor tehet szert nyereségre, ha eltitkolja az adót teljesen, vagy annak egy részét az adóhatóság elől. Tehát egyes ágazatokban már beépült az árakba az adócsalás. Ott van az árakban, tehát mondok erre egy példát. Például mondjuk konkrétan tudom, hogy vannak ilyen vállalkozók, Németországból árut rendelnek Magyarországra. Erre kereskedelmi láncok jönnek létre erre a folyamatra, csak mi most leegyszerűsítjük. És akkor mondjuk 100 forintért rendel árut, ez áfamentesen rendel, ez teljesen törvényes, határokon átnyúló ügyleteknél áfamentes az ügylet. Na most ő be is vallja, meg rögtön le is vonja az áfát, tehát nem fizet áfát, ideig rendben is van. Ugye ezt ő, ha a költségeit is felszámolja, meg az áfát is, ugye ami 27 forint, 100 forintra vetítve, meg van egy szerény nyeresége, mondjuk minimum 135-ért kéne továbbadni, de ő nem annyiért adja, ő 132-ért adja. Igen, innentől mondjuk ez már egy irreális piac. Ez már egy veszteséges, de tudja, hogy ő az áfát nem fogja megfizetni, mert eleve úgy hozta létre a vállalkozását. Ő eladja ezt annak a kereskedőnek, amelyik majd a végleges fogyasztónak
fogja ezt továbbítani. Tehát ha ön bemegy egy hipermarketbe, ugye neveket nem mondhatunk, mert az nem illik egy ilyen műsorban, de azért mindenki tudja, hogy mire gondolunk. Ön bemegy egy hipermarketbe, ott az áruk jelentős része átment egy ilyen folyamaton, hogy voltak olyan egy vagy több köztes kereskedő, aki jó árat tudott a végső fogyasztók felé értékesítő vállalkozásnak ajánlani, mert ő már eleve betervezte, hogy úgyse fogok adót fizetni, tehát én olyan versenyként idézőjelbe téve, mert ez álversenyképesség, de akkor is versenyképes árat tudok mondani annak a kereskedőnek, aki tőlem ezt megveszi tovább értékesítésre, és akkor persze ez a fogyasztói árakban már nem biztos, hogy érvényesül, mert a fogyasztói árak azok már nem így alakulnak. Aztán van, amikor a közvetlen értékesítők is elkezdenek úgy értékesíteni, ők közvetítő kihagyása nélkül is, erre is több példát tudnék mondani, a szaksajtó is ezzel foglalkozik, tehát a gazdasági lapokban is nagyon részletes és pontos leírások olvashatók, és mondom, kialakult az egész gazdaságra az árakban masszívan beépülő adóelkerülési rendszer, amelyről az adóhatóság nem igen beszél, már pedig ha nem beszélünk róla, akkor ez a probléma nem is fog föltárulni előttünk. Ha nem fog föltárulni, akkor nem fogjuk tudni megoldani. Jó, hát ez azért érthetetlen, hogy nem beszélnek róla, mert így aztán még a saját munkatársai sem értesülnek róla, hogy mi a helyzet, és nincsenek képbe. Pedig hát eleve hátrányban vannak, ugye? Eleve. Hát hátrányban az adóhatóság mindig üldözi, mindig egy lépéssel, hátrány, minimum egy lépéssel, sok lépéssel jár hátrább. Mondok egy példát. Ugye hát konkrétan tudom, hogy van olyan magyar vállalkozó, aki Szlovákiában is fönntart egy céget. A szlovák cég egy másik uniós tagállamból veszi az árut, amit továbbad egy magyar cégnek. Na most az európai közösségben úgy van az áfa rendszer beépülve, hogyha valaki elad a határon túlra, az köteles elektronikusan úgynevezett összesítő nyilatkozaton bejelenteni a maga adóhatóságának. Tehát a szlovák vállalkozás hónapról hónapra jelenti, hogy újabb 100 milliós tételben, ugye évek alatt milliárdos tételben, eladtam ennek és ennek a magyar vállalkozásnak ennyi és ennyi értékű árut. A magyar vállalkozás is ad be bevallást Magyarországon, de ennek a töredékét vallja be árbevételként, ugye és lenyeli a nagy hasznot. Na de hát a szlovák vállalkozás valóban beadja a maga elektronikus adóbevallását, amit ugye az összes adóhatóság számára nyitott, tehát a közösség minden adóhatóságára számára ez az adatbázis hozzáférhető. Tehát hogy már 6 éve tart ez a rendszer, és mondom az ügyfélnek, hát már itt az ide, hát be kell fejezni, hát tönkre fog, hát a családod nélkülözni fog 5 vagy 10 évig is akár, olyan, hát már összegszerűsége, én sem tudom pontosan mennyi, na de hát a néhány részletből tudom, hogy hát minimum 5 évig majd börtönben fog csücsük élni, ha erre rájönnek, és ő meg ugye csinálja, mert már 6 éve az elektronikus bevallás ellenére nem bukik le, mert nem működik az adóhatósági számítógép. A kérdés az, hogy miért nem működik. Jó, hát erről biztos nem az adóalany, tehát az hétszentség. Igen, igen. Csak ha arra gondolunk, hogy ugye milyen a pénzügyi ismeretei például az ügyvédeknek, akik ezzel foglalkoznak, vagy másoknak, akkor olyan, mint egy sötét szobába botorkálnánk, nem? Igen, sajnos. Sok adópert az adózók azért veszítenek el, mert csak egy ügyvéd képviseli őket. Tisztelet a kivételnek, mert vannak kivételek, nem sok, de van. Az ügyvédeknek nincs meg az a tudásbeli alapjuk, ami egy adóperes tárgyalás teljes végigviteléhez szükséges, vagy különösen
egy adóeljárás teljes végigviteléhez. Ugyanis a számvite, ha értik is az adójogot, ha értik is, csak félig értik, ugyanis számvitel nélkül az adózási tudás az csonka, az csak féltudás. Ha valaki nem tudja lekönyvelni azt a gazdasági eseményt, nem tudja, hogy azt hogy, hova kell beírni, annak milyen számviteli eredményre való hatásai, milyen dokumentumokban kell megjeleníteni azokat a számokat, amiről az adóhatározatban szólnak, akkor nem is tudja feltárni, hogy milyen hibákat követett el az adóhatóság az ellenőrzés során, tehát nem tudja védeni az ügyfelét. Uh-huh. Számviteli alapok nélkül ugyanis ez nem megy. Köszönöm szépen, eddig tartotta az időnk. Hát nem tudom, hogy nagyon felvidítottuk-e a vállalkozókat. Nem ez volt a célunk. Nem ez volt a cél, de amit ön mondott, abból nyilvánvaló, hogy jobban meg kell nézni, és adótanácsadóra van szükség, ha az ember nem ért hozzá, és nem tud eligazodni, akár az áfa, akár más szabályokban. Köszönöm, viszontlátást!